Na hello, sziasztok, mi a helyzet, mi a pálya? Megint jöttünk valami kis kibeszélős videóval. Hú, hiszen az mindig olyan jó. Na, kérdésre fogok ismét válaszolni, de nem úgy, ahogy ezt gondoljátok, lesz egy jó, hát remélhetőleg tanulságos sztorin, vagy jó story, ami, ami, ma történt, tehát friss és ropogós. Én azt mondom, hogy kezdjük el! Oh my! Krisztián kérdezi, hogy, hogy engem mondjuk az is érdekelne, nem tudom mennyire vagy benne releváns, vagy miket hallottál róla, de például a hozzá hasonló videós, aki kint élt, kint él, mondja azt, hogy nehéz munkavállalói vízumot szerezni Japánban. De ezt még sosem hallottam senkitől, hogy miért. A munkáltatói oldalról ez hogy nézhet, hogy néz ki? A bizalmat nehezen szavazzák meg egy külföldinek, vagy a vele járó papírmunkát nem akarják vállalni, esetleg az államnak járó ő nagy költségeket nem akarják megfizetni? Tudsz erről valamit mondani, témázni, vagy írni? Mivel az előző videóban volt szó a vízumról, ott valamennyire, de nyilván majd ezt egyszer jobban kifejtjük, talán, ha lesz rá affinitásom, megérzem magamban az erőt, de ha nagyon érdekelnek a különböző vízumtípusok akkor belinkelem a videónak a leírásába, hogyha megtalálom a Japán Bevándorlási Hivatalnak a hollapján ezt meg lehet tekinteni. Az előző videóhoz visszatérve, ugye ott a Working holiday direkt nem említettem szót, mert a Working holiday ugye körülbelül bárki megigényelheti 30 éves koráig. Ugye a fölött nem lehet, és nem értek már én ehhez. Bezzeg az élidőmben ilyen még nem volt, ezért Working Holiday-jal kapcsolatban mindenki nézen utána, tehát ahogy, ahogy amúgy effektív, és a vízumoknak is. Tehát most tőlem megkérdezett, én elmondom, ami le van írva angolul a honlapra, hogyha meg nem tudod angolul elolvasni, és ezt például nagyon sok embernek írtam, aki személyesen rám írt ilyen munkaügyből, hogy tudnék munkát keresni, és egy vagy szócskába volt öt helyes hiba, majd közül, hogy De, amúgy nem beszélek semmilyen más nyelvet, csak magyart. Most az ilyennel nem tudok mit kezdeni. Tehát, hogyha angolul nem tudod kisilabizálni, annyit nem tudsz beírni, mondjuk, még hogyha helytelen is akár, egy Google-be, hogy Visa Types in Japan. Akár. És kiadja angolul, ott van. Vagy bármilyen vízum eljárás Japánban, akármi. Tehát, ha ennyire nem vagy képes, és várod, hogy na majd a videósok, azok majd, azok majd, azok majd, majd elmondják, de nem, mert egy, egyrészt mi sokan már x évvel ezelőtt jöttünk ki, másrészt meg ennek te is utána tudsz nézni. De nagyon szívesen mesélek sztorikat, például a mai nap bejött egy pár, nem japánok voltak, külföldiek, a csávó valószínűleg ilyen gyári melós lehetett, úgy lehetett érezni rajta a gyárnak az illatát, és így megkérdezte japánul, hogy van-e részmunkaidős állás. De ez nem ilyen, hogy szűmöszenkédó, <tosz> ano, kocsida, de árbájtógá, gozáimaszendősóka, vagy arimaszká, vagy valami ilyesmi. Nem. Árbájtó, arü. Tehát, hogy részmunkaidő van. És akkor így. És félre a fejemet. Mondom, és így japánul kérdeztem tőle, hogy kinek? Nézett rám, és így látod, látod hogy nem érti a kérdést. Mondom, kinek? Neked, neki, a csajának? a feleségemnek. És akkor ez a hú, bazd meg, nincs ez és a japán kollégám is így nézett rám, hogy most ezzel most mit csináljunk, és mondom, hát mondom, nincs benne az illetékes, és azt mondta neki japánul, egy kurva szót nem fogott föl belőle. Nincs benne az illetékes. Mondom, japán srác is mondta, én is mondtam. Jó. A hát, csaj meg se szólalt. És akkor így mondom, mondom, még mielőtt szólnánk az illetékesnek, mondom, beszélgessünk egy kicsit. És akkor kérdeztem, hogy és akkor kérdeztem, hogy jó, hogy van-e telefonszáma. Nem értette. Mondom, nem van bangó. Arű! És én is ma úgy beszéltem vele, mert hogy szerintem simán nem tud, ha, hogyha normálisan, ahogy, ahogy emberként kéne beszélgetne vele deszmozva, vagy kejgóban, nem értette volna meg. És akkor, uh, nai. És mondom, nincs. Uh, line, arű, kejtáj, Náj, mondom, nem, mondom, nem van bangó, náj, de so. És akkor így mondta, hogy, tehát, hogy nincsen telefonszáma, csak lányja van. Tehát nincs telefonja, mondom, az, hogy nagyon fasz, hogy fogsz így, hogy, hogy értesítsünk így a munkára. Majd így fölveszünk egymást, és privébe csatelgetünk, add meg a Facebookon, vagy hogy képzelted el? Mondom, és ha neki kell a mellő, őt hogy értesítsük? Hát, ö, be tudunk jönni. Mondom, mikor? Hétvégén. Hát mondom, hétvégén pont azok nincsenek itt, akik ezzel foglalkoznak. Hogy jöjjenek be hétköznap de üzé, neki munka van. Hát mondom, hogy jöjjön be ő. Hát ő nem tud. Mondom, hú, ez meg. Jó, nyilván ez egy sokkal hosszabb beszélgetés volt, és meg fogtam fel, mondom, ezt nem hiszem el. És akkor e, Benti, már, már öregebb kollégám így kijött, ránézett, árbajtó, bosüst, te hogy nem keresnek el ő részmunkaidőst. És akkor én nézve, csávó, ő, Arbeitó gozájmas. Uh, Náj! <laughs> és akkor uh, És akkor én még rákérdeztem valamit, hogy be beszélgettem, hogy mondom, angolul azért tudtok? Uh, Na hát ugyan intelligens fejet kaptam, mint japánul. És így láttam, hogy... És még az elején meg is sajnáltam őket, mert saját magam példájából, hogy én sem nagyon tudtam japánul, mikor Japánba kijöttem. Angolul sem nagyon tudtam de el tudtam magam adni. Nos, amiről beszéltem. Ők nem tudták magat eladni. Tehát, ó, tehát mint két hülye, de most tényleg. Sajnáltam őket nagyon, de viszont tiszteletre volt részükről, bár lehet, hogy valahol naivitás is, mert én is először a Hallover-be mentem be munkát keresni, és ugye ott, segítettek, fogják a kezedet, lehet de nem neked kerülni a gépeknél, és a kanjikat csillabizálni, hogy milyen munkát szeretné keresni, hanem ők ajánlanak. leül, egy, csávó, tehát mindig mondom neki, hogy, 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 egy elbeszélgetés kérnél, és akkor leül, leül a csávó, és akkor milyen munkát szeretne, és akkor elmondom, ilyet, meg ilyet, meg ilyet, hittem, ha mi, ahogy külföldön vagyok, japán az ilyen, meg ilyen, meg ilyen szintű, ilyen, meg ilyen, szakké... ilyen, meg ilyen szakképesítésem van, ilyen, meg ilyen munkájákkal dolgoztam, én ezt szeretném csinálni. És akkor kinézzük együtt, megnézzük a fizetéseket, körülbelül hogy működik, stb. És akkor, hogyha nekem a szimpatikus, akkor telefonál egyet, hiszen ugye az a cég adta fel a híret, és a Hallower-be. Vagy van a másik verzió, amit én csináltam, és azért mondom, hogy ez respekt, amit ők is csináltak. Nyilván nem mindenki jön be, hogy konkrétan oda mentem a helyre, és rájuk rúgtam idézőjelbe az ajtót. Tehát, hogy szevasztok, jöttem melózni. És hát volna, volt honnan, ez vo a vartak, volt honnan, meg hát nem. És az egyik volt, hogy ez az Ószakai nagy hotel, ahol tényleg úgy mentem, hogy hogy öltönybe hónom alatt az önéletrajzokkal, becsattogtam, hozzám hasonló ember keresnek, és aki néztek rá, hát telefonálunk a HR-nek, a személyügyeseknek, jó van. Jinji japánul telefonálnak. Jó. Lejön, végignézettem a HRS csaj. Hú. Hagyj ide az önéletrajzot, meglátjuk. Kicsit beszélgettünk még, stb. Jó. Hazamentem, beültem a kádba, már hívtak, hogy jó, akkor interjúra be tudjanni jönni holnap vagy holnap után. Persze. És már vettem fel, is vettek azonnal. Tehát... Visszatérve, hogy miért nehéz munkát keresni, na, itt van ez a történet, ezért ezért is. Most, most az a csaj, az valószínűleg az azért volt itt, mert a pasi az itt dolgozik egy gyárba. És valószínűleg ők összeházasodtak, és ezáltal kapott egy, amit ugye előző videóban is mondtam, egy spouse, spouse vízát, egy ilyen házastársi vízát, vízumot, és ezáltal itt van úgy, hogy a csávója nagyon beszél a japánul, angolul egyáltalán, ő meg semmit. Akkor így hogy? És tényleg voltak a magyarok, akik rámirogattak, hogy, hogy nem tudok semmit, íze izé, hegesztő vagyok kiskú, kiskú és íze izé, és én itt szeretnék. És az a, és, a, és ugye a vagy, vagy szócskába volt öt hiba. Ezeken én nem tudok segíteni. Aki konkrétumokat meg ez a rámír, hogy szia, jelenleg autószerelő vagyok, van munka Japánban? Ilyen, ilyen állás, ilyen, ilyen üzenetekkel bombáznak néha. Szörnyű. De, 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 és elnézést kérek mindenkitől, nem is válaszolok ezekre. Hát, az meg... De olyan, hogy ezekben is ilyen hírás tömkelege. És én lehet itt mondani, hogy jaj, de biztos diszlexiás, de ennyi. De a másik, nekem van diszlexiás, meg diszgráfiás, a mindenféle ismerősöm, az bassza meg, hogyha ír egy levelet, vagy ír bármit gépen, akkor azt legalább leellenőrizteti a géppel még hogyha a gép se tud minden, minden szót helyesen írni, de mégis jobb, mint hogyha nem. Legalább igényes magával kapcsolatban, meg azzal az anyaggal kapcsolatban, amit lead, vagy azzal az üzenettel kapcsolatban megtiszteli a másik felet. Mindegy, de vannak ilyenek. Tehát ezért nehéz, nehéz, nehéz. De és ebből az aprócska kis történetből gondoltam, hogy eljuthatunk valahova, hogy azért ilyen emberek jöhetnek, és nem azt mondom, hogy ilyen emberek itt nem dolgoznak, de nem biztos, hogy a A pasi, aki meg nem tudott Japánul, az meg valószínűleg az, mondom, én csak saját tapasztalatból tudom mondani. Mikor én dolgoztam egy évet ugye az acélgyárban, akkor ott is rengeteg vietnámi volt, és ők ilyen szerződéses, tehát ők a, 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 ennek a gyárnak több ő, ő helye volt, meg illetve több kontaktusa volt különböző hasonló gyárakkal. És így átjöttek úgymond így átcsusszantak így hozzánk is, vagyis az akkori munkahelyemre. De azok se tudtak, se japánul, se angolul, bebaszták őket a sorra, megmutatták, mit kell csinálni, de az viszont tényes volt, mint a gép. úgy dobták, dobták, faragták, levereztek, ízék, leköszörülték, oda, De amikor már valami bonyolult, bonyolult a feladatot kellett volna rájuk bízni, akkor már, akkor már így néztek, hogy júj, júj. Júj. És nem volt vietnámi, aki tudott japánul. Hmm. Ez van. Szóval erre nem szabad spendíroznotok, hogy, hogy majd nektek lesz ilyen, meg azért ez nem, ezek nem nagyon jó melók. Az elején azt mondod, hogy jaj, nagyon király, nagyon jó, De reggel héttől túlórával együtt este hétig nyolcig, hazaérsz nyolc, kb. Egy-két órát fönn, vagy másnap kellett, még japánul se lesz időt tanulni. Nem fogsz nagyon kommunikálni emberekkel, nem lesz időt semmit. De mondom, ezeket inkább otthon, tehát ezeket a gyári melókat, én azt mondom, jó, ha ez az álmod, és találsz egy ilyen lehetőséget, próbáld meg. Én nem foglak visszatartani. Lehet, hogy neked bejön. És lehet, hogy mellette fogsz tudni tanulni, és így föl is, és pár éven belül már akár vagy akár jó pozícióba kerülsz, vagy akár elmész másik munkahelyre. Éreztél, rád bízom. De tehát a munkáltatónak is ebből a szempontból tehát nem egyszerű. Főleg úgy, hogyha volt még egy, még egy sztori, akkor ezt így elmondom, ez egy hosszú ilyen sztorizgatós videó lesz, remélem, hogy megéri. Két nepáli csaj akart nálunk dolgozni, takarítónként, és én vettem fel a telefont. És akkor mondták, hogy mi ma így, így. És hallottam, hogy a háttérből súgnak nekik, hogy mit mondjanak. És írd mond, azok a nepáli lányok, azok egyetemisták voltak. Ne kérdezétek, hogy hogy kerültek ide, mert angolul se tudtak, viszont japánul se. Ez japán. Tehát képesek, képesek úgy fölvenni embereket, tudom, hogy én hogy kerültek ide, és ez most lehet, hogy nagyon gonosz, és itt most lehet rám sütni, a, hogy jó, ilyen sztereotípiákat mondasz, meg ilyen összeesküvés elméleteket, de nem hiszem, hogy összeesküvés, nem, nem hiszem, hogy összeesküvés elmélet, csak kimondom, Ismerősei mondták, akik egyetemre jártak, olyan magyarok, akik, akik uh, lehet, hogy, lehet, hogy jobban olvasnak és írnak japánul, és tudnak japánul, mint egy japán. Nyilván nem, de, de, de nagyon prók, és nagyon okosak, és ügyes és ők mondták, hogy valószínűleg az egyetemek azok úgy válogatnak, hogy ilyenünk sincs, nincsen tunéziai, akkor legyen egy tunéziai, ő is ide akarjon, és ide akar és leszarják, majd valahogy átrugdossák, lediplomázik, vagy letöltött a három évét, nem érdekel, de be tudják mutatni, hogy ők egy milyen egy sokszínű iskola babám, és már elnézést ezektől az emberektől minden hülyét fölvesznek, egy csomó idiótát. Persze az is egyetemista volt otthon, és valószínűleg elért valamit, hogy idáig el tudja jutni. Na de hát, bazzeg. Na mindegy, csak az a két csaj, és hallom, hogy háttérből súgnak. És akkor a végén kiderült, hogy, hogy, hogy japánul szinte semmit, pedig beküldtek valamilyen önéletrajz féleséget, kézzel írottat, tehát én tudom, hogy mi az az önéletrajz és kézzel, és kézzel írva. Én már egy idő után annó, amikor munkát kerestem, én úgy kerestem már, hogy uh, géppel írott jó. Ne várjatok tőlem japán, japán szintű kézírás, mert nekem ott fogják, itt alávetik ilyen elemzéseknek, hogy hmm, Hmm, ott a tának az, hú, az, az, nem olyan jót, nem, nem sorrendbe húzta a vonalat a kínél, hmm, látszik, hú, balkezes, hú, atya úristen. Én mondtam, hogy hát nem, tehát ha valaki nagyon ragaszkodott a kézzel írottot, és, én, és én jónak tartom azt a munkát, akkor ám legyen. volt, volt a hónom alatt írott is, de annál több nyomtatott, annál több géppel írott is volt. Na, úgy már nagyon sok helyen elfogadják a géppel is. De vannak olyan helyek, ahol, ahol, ahol azt mondják, hogy kézzel, írott. És kézzel És akkor nincs mesélt kézzel. És akkor nézegetem a csajoknak a, izé, a rilek sóját, ugye ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez, a, japán ő típusú önéletrajz. Nézegetem, olyan gyönybetűkkel voltak írva a hiraganák, a kanjik, a katakanák, egy gyönyörű hosszú bemutatkozás. De mondom, ez hogy a faszom? Megírták helyettük. Na most őszintén, te cégként itt vagy Japánba, Magyarországon, valahogy Magyarországról te keresel mondjuk munkát, ők elkezdenek érdeklődni irántak, de Gecior eladod magad mondjuk, dobod az önéletrajzokat, stb. mondjuk a cég rutin nincsen Skype vagy Zoom vagy egyéb megbeszélés ebből a szempontból fölvételnél, hanem azt mondják, hogy jó, szimpatikus vagy, gyereki Japán, vagy tudom, én, fizetjük az utat, stb. kiössz, és itt szembesülnek vele, hogy nem tudsz semmit és, és, és annyira el akartad magad adni, hogy abszolút nem volt igaz belőle semmi. Na, az viszont már kellemetlen. És ebből a szempontból a munkáltatókat megértem, hogy óckodnak a külföldiek. Na mindegy, remélem, hogy ez a kis történetecske itt jó volt. Még a végén még van egy kérdés, hogy illetve ami most hirtelen eszembe jutott, például mint téma, az az animékkel kapcsolatos. Már megint anime. <laughs> Bár bocs, ha hülyeséges, csak egy észrevétel részemről zárójelben hogy a legtöbb animében a főhős csonka családból származik, vagy egyáltalán nincs senki vagy éppen antisoc, és középkorú, és per vagy középkorú, ez a jó, sokat dolgozó férfi vagy nő, aki nem tud párt találni magának, stb. 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 Ennek van valami háttérsztoria, lehetséges volna, hogy a hasonló helyzetekben lévő embereket akarják -e így motiválni. Vagy, ja, vagy csak annyi az értem, hogy így könnyebb a sztorit felépíteni, amúgy nyilván az animének a sztoriai, ami most nem kőkemény dráma és valós eseményeken alapul, nyilván ott, ott azért nagyon szélsőséges karaktertípusok vannak. Na de, ö, lássuk a csonka családos részt, hogy a főös csonka családból származik. Ami animékben én is észrevettem, hogy nagyon sokszor van az, hogy a, hogy a gyerekek, akik ilyen 14 15, 15 16 évesek, azok egyedül laknak, vagy albérletben, vagy a szüleik fizetik nekik. Ilyen van. Tehát, hogy kollégiumba járnak. Ha nem kollégiumba, akkor az iskola közelében nyilván bizonyos árfekvésen belül, amit a szülők megengedhet, akkor fizetnek a gyerekeknek is egy ilyen picike kis albérletet, ahol el tud, el tud hetrázni. Azért mondom, mert például a feleségemnél is így volt, ő nem az, az orszakai egyetemnek a kollégiumában élt, hanem onnan, mit tudom, biciklivel 10 percre egy lakást béreltek neki a szülei, akkor, mikor egyetemre járt. Tehát ilyen van. A csonkacsalád, család az is nyilván hülyeség azt mondani, hogy persze Japánban nem válnak, meg, meg nincsenek egyedülálló szülők, hogy a francban ne lennének. Viszont egy kicsit után utána néztem ennek a csonkacsalád család vállás, stb. Nyilván a csonkacsalád család jelenteti azt is, hogy az egyik szülő ugye elhunyt de utána néztem ennek a vállásnak, és még nyilván ő, ezt mindenki tudja szerintem körülbelül, hogy mi mindig Japánban a, a, az egyik legalacsonyabb a vállási ráta, mint Amerikához, meg mint tudom, Európához mérten sokkal alacsonyabb. Viszont, viszont az, az érdekesebb, hogy a vállásoknak a nagy százaléka az viszont már idősebb házasoknál fordul elő. Tehát amikor már mondjuk fölnevelték a gyerekeket. És akkor utána úgy vannak vele, hogy na jó, akkor mi ezt megtettük, veled már a szom ki van, akkor nekem meg veled meg lám ki van, akkor váljunk el békében, nyugalomba. Jó, és akkor elválnak. Fölnevelték a gyerekeket, kiröpültek, elválnak. Illetve van még az a másik, amit én, én csak olvastam, hogy ezt mondják állítólag a nők, a férfiakról, akik ugye nyugdíjba mennek, mert ugye apa nyugdíjban egy 60-65 év körül, és akkor végre boldog, otthon van. Viszont a, a nők elsősorban a, 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 ugye a házi asszonyok, akiknek nagyon nehéz sorsa van Japánban. Szörnyű, hogy. Tehát a házi asszonyok, azok meg, ugye, meg megvannak is ritmusuk, annak ugye bekavar az, hogy apu otthon ül. És ilyenkor a férjüket általában a nők egymás között gominak, az a szemétnek hívják. Tehát nem úgy szemét, hanem ez a kidobandó szemét, mint amit ott, hogy gyűjtök a kukába, úgy gomi. Velem még ez a szó így nem jött szembe. Mert a gomi szó nyilván vitt ki a szemetet, de úgy, hogy nők használják a férjeikre, még csak félfülel se hallottam sehol. Biztos lehet, hogy itt a, ezen a területen, ahol én lakom, ezt nem használják, lehet, hogy ezt inkább a kantó régióban használják, vagy máshol. De nyilván minden, minden legendának és minden mondanak van alapja. És most mondjuk ilyenkor elválnak. Azt, hogy megunja, stb. Jó. Apa, apuka is megkapta mondjuk a kurva egy kielégítés, hogyha jó cég dolgozik, abból lehúz az, az asszony a sápot, és kalapkabát. És úgymond talán mindenki jól jár. viszont a fiatal, fiatal, válás az viszont viszonylag kevés van. Hol nincs ez kb. így, hogy ugye a, a házasságnak az életkora, a házasandó párok életkora ugye kitolódott, és jelenleg a férfiak, akik házasodnak 32 év körülbelül az átlag életkor, a nőknél meg 30. Hát ez van. Ezek a, ezek a friss házasok. Na, van így. Na mindegy. Csak így az ez érdekesképpen. Ezeknek után nézegettem. Lássátok, kíván van dolgotok. Szóval van ez a csonka családos dolog. Na de vagy éppen nincs senki vagy antiszoci, nyilván az antiszoci, tehát most a, a hikikomorikról lehetne beszélni külön, az egy megint egy külön téma, de vagy hogy, vagy, hogy olyan emberek vannak, akik ugye nagyon sokat dolgoznak, nehezen találnak párt, így mondjuk, ez persze, valid, valid. De amit ugye az előző, előző, előző videóban mondtam, ugye, hogy amit Japán már megélt, úgymond, azt Magyarország csak most kezdi el megélni. És én például a saját ismerőseim között is látom azt, hogy hogy az én korosztályomból sokan vannak, akiknek. Se, nem, és most nehogy azt mondja nekem valaki ide, hogy de nem az a mérce, hogy gyereked van, meg feleséged, meg ilyesmi. Nem ezt mondom. De akkor is azt látom, hogy a karrierjére összpontosít, vagy a karrierjön kívül nem tud másra összpontosítani, se csaja, se feleséges, se egyeken, és se gyereke, se kutya, se macskája. Még ha próbálkozik is, akkor is félsikerelme, úgy, mintha elvesztette volna a valóságot. És ez Magyarországon van. És biztos, hogy ti is ismertek ilyet. Az én korosztályomból, vagy akár a tikor, fő, főleg a 20-as évekből. Tudom, ti nem ismertek ilyet, mert Magyarországon, mert Magyarországon mindenki egyszer. És úgy csajozik, meg úgy pasizik, mint egy isten. És mindenkinek három felesége van, akkor is a keresztény. De értek, hogy miről van szó. Ez... ez ez nem csak Japán tendencia, ezt, ezt már Japán ezt régóta csinálja, mert már régóta úgymond egy gazdagabb, fejlettebb ország, mint Magyarország. Magyarország az csak most kezdődik el. Ez most jó-e vagy nem jó, ezt majd a jövő eldönti. Na mindegy, ennyit szerettem volna elmondani, ez ilyen mese hol volt, habbal, remélem, hogy élvezhető volt, remélem, hogy okoltak a történetek. Havasi a Csá!